Jó reggelt kívánok. Good morning. Nagyon szépek vagytok. You are all beautiful. Szebb lettetek. You have become even prettier than the last time I saw you. Wow, I'm in a dream right now. Kicsit olyan, mintha álmodnék. Really, really, really good dream. Egy nagyon jó álmot. Oh man, send so much love from my wife, from Jennifer and the kids. We couldn't all afford to come, but we're hoping to come soon. A feleségem, Jennifer és a gyerekeink üdvözölnek mindenkit. Sajnos nem tudtunk mindannyian eljönni, de itt van néhány kép. Reméljük hamarosan mind a négyen el tudunk jönni. Most nem volt rá meg a keret. Beach in California. Ezek mi vagyunk a strandon, Kaliforniában. Me and Jen. Ezek meg Jennifer és én. Let me see here. What else we got? There's my beautiful wife. Ez az én csodálatos, gyönyörű feleségem. This is my daughter Aria. Ez a kislányom Aria. She's got some Budapest blood in her. She's born here. Ő Budapesten született. Nobody does really artsy things in California, but she's a dancer. She's a. Kaliforniában nem nagy szokás a művészet, de ő egyébként balettozik rendszeresen. There she is. Ez is ő. 17 éves. She was Budapesten szület. Who is that? It's Cademan, most he's an egy éves. And that's our son Cademan, he's 11 right now. Nagyon okos fiú, okosabb mint én. He's a very smart boy, he's smarter than me. And what do we got? There he is. That's him again. Cademan again. Vagy ez megint ő. Jennifer and my children, they send their warm greetings, their great love for you. Mindenkit szeretettel üdvözölnek, Jennifer és a gyerekek. I got one more picture I want to show you though before I get into the Bible study. Még egy képet szeretnék mutatni, mielőtt elkezdem a tanítást. This is 25 years ago. Ez egy 25 éves kép. That's me on your right. Én vagyok a ti jobb oldalatokon. That's Armando Garcia on your left. Balról Armando Garcia van. 25 years ago, 3 years before the Budapest church started. Ez 25 évvel ezelőtt készült a kép, tehát 3 évvel azelőtt, hogy a budapesti gyülekezetet elkezdtük volna. Armando and I were baptizing. Armando és én itt bemerítettünk valakit. The person who would now be the pastor of Gogota Budapest. És ez pedig a német Jani, aki most itt a lelki pásztor. The Holy Spirit is so heavy on him that the light is so bright. A Szentlélek olyan erősen ott volt, hogy a fényben is meglátszik. Ez Jani, 18 éves volt Jani. So Yanni was 18 there. It was a long time ago. But this picture to me is just, it blows my mind. Ettől a képtől teljesen eláll a lélegzetem. That we're baptizing this young punk. Egy fiatal kis lázadó srácot merítettünk éppen be. Before the church even started. Még azelőtt, hogy ezt a gyülekezetet elkezdtük volna. And now God has him leading the work here. Most pedig Isten őt helyezte ide, hogy ő vezesse az itteni munkát. 2 weeks ago I preached at Calvary Chapel San Diego with Phil Metzger's church. 2 héttel ezelőtt pedig a San Diego-i Golgotában hirdettem az igét Phil Metzger gyülekezetében. And Phil and I have a new role now. És Philnek és nekem most van egy új szerepünk. Towards Hungary is just supporting Németh Jani as the pastor. And, most az a szerepünk, hogy Németh Janit támogatjuk itt lelki pásztorként. I'm here just to serve. Jani invited me and Lord provided and I came. Azért vagyok itt, hogy szolgáljak. Jani meghívott, az Úr kirendelte az úti költséget, tehát eljöttem. We're going to look in Mark chapter 10 this morning. Márk evangéliumának 10. fejezetét fogjuk ma reggel megvizsgálni. Mark chapter 10. Mark 10. You know, a lot of people, a lot of Christians, a lot of church people, kind of, there's this idea that, I'm a good person. I need to be a good person. I wish I was a better person. Nagyon sok keresztény, nagyon sok gyülekezetbe járó gondolja azt, hogy hát én jó ember vagyok. Én igazán tök jó ember vagyok igazából, de bárcsak lehetnék még jobb. There's some confusion among Christians. És van egy kis zavar egyes keresztények között. The Bible talks about the righteous and the wicked. Ugye azzal kapcsolatban, hogy a Biblia beszél arról, hogy kik az igazak és kik a gonoszak. Actually, let me change that. The wicked and the righteous. The righteous are over here. Ugye van a gonosz és van az igaz ezen az oldalon van. The Bible talks about the foolish
and the wise. Aztán a Biblia beszél a bolondokról, meg a bölcsekről. And when we read our Bibles, I think a lot of Christians read their Bibles wrong. És nagyon sok keresztény szerintem rosszul értelmezi azt, amit a Bibliájában olvas. We're reading that and we're like, we're thinking, which one am I? Am I the wicked or am I the righteous? Amikor olvassuk, elkezdünk azon gondolkodni, hogy hát én melyik vagyok? Én a gonosz vagyok vajon, vagy az igaz? Am I the evil person or am I the good person? Én vagyok a gonosz, vagy a jó ember? Am I Saul or am I David? Saul vagyok, vagy Dávid vajon? Am I Peter, James and John or am I Judas? Péter, János és Jakab vagyok inkább, vagy netalán Júdás inkább? I used to read the Bible like that. Régebben én is így olvastam a Bibliát. I actually went through a season where I was wondering if I was the Antichrist. Sőt, volt egy időszakom, amikor azon gondolkodtam, hogy na de mi van, ha én vagyok az Antikrisztus? That's not how we read the Bible. De nem így kell olvasni a Bibliát. Okay. We're going to look at a young man who came to Jesus this morning. Egy fiatal ember életét vizsgáljuk meg ma reggel, aki ugye megismerte Jézust. And the way he saw himself was he saw himself as I'm a good guy, you know. És ő jó embernek látta önmagát. I'm a good guy. Úgy gondolta, jó vagyok. And Jesus is going to say not so much, buddy. Jézus pedig elmondja neki, hogy hát ez nem igazán van így. You could read verse 17 of chapter 10. There was now as Jesus was going out, and then you can read the whole verse. Márk 10:17. Versét olvassuk. Amikor útnak indult, ugye Jézus, hozzáfutott egy ember, térdre borult előtte és megkérdezte: "Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?" Good teacher. Jó mester vagy jó tanító. Okay, this is the Gospel of Mark. Ez itt Márk evangéliuma. In the Gospel of Matthew. Máté evangéliumában. Matthew gives us a fuller picture of what this young man said. Máté egy még teljesebb képet fest le arról, hogy mit mondott pontosan here, ez a fiatalember. Here in Mark it says, "Good teacher, what must I do?" Itt Márk evangéliumában azt írja csak, hogy jó mester, mit cselekedjek. Matthew shows us that he actually said, "Good teacher, what good thing must I do?" Máté viszont teljes egészében idézi, amit mondott, ez pedig az volt, hogy jó mester vagy jó tanító, milyen jó dolgot kell cselekednem. This guy was throwing around the word good. Ez az ember tehát így dobálózott a jó szóval. As if a lot of things are good. Mintha nagyon sok jó dolog lenne. Good teacher, what good thing must I do? I can do something good. Jó mester, milyen jó dolgot cselekedjek én? Hát van valami jó, amit én cselekedhetek. Now when we add what Matthew and Luke said about this guy, hogyha összevetjük mindezt azzal, amit Máté és Lukács mondtak erről we know az that életőről, he was rich, akkor tudjuk azt, hogy ő gazdag volt, he was young, fiatal volt, and he was a ruler. És egy vezető volt. All three of the things that many of you girls are praying for in a husband. Mind három dolog illet rá, amit sok lány szokott kérni imádságban, amikor a jövendőbeliért imádkozik. This rich young ruler had everything in this world. Szóval ennek a gazdag ifjúnak megvolt mindene, amit e világ adhat. And yet he'd been watching Jesus. És mégis figyelve Jézust. He'd been listening to Jesus. Hallgatva Jézust. He could see something in Jesus. Látott valamit ő benne. It was so compelling. Látta, hogy ott van valami, és ez őt megfogta. And he realized, I've got everything. És rájött arra, hogy habár nekem mindenem megvan. In this world. Ami ebben a világban lehet. But there's the life that I see in Jesus, I don't have and I want it. Az az élet, a nagybetűs élet, amit Jézusban látok, na az nekem nincs, és ezt szeretném. And so his question, good teacher, what good thing must I do? Ezért tette fel a kérdést, hogy jó mester, jó tanító, milyen jó dolgot cselekedjek én? I can inherit eternal life. Ahhoz, hogy örök életem legyen. What is eternal life? Mi az, hogy örök élet? It's the life of the eternal God. Ez az örökkévaló Istennek az élete. He sees this life in Jesus. Ezt az életet látta meg ez a fiatal ember Jézusban. And he's like, I want what you got. És azt mondta ezzel lényegében, hogy én is azt akarom, hogy nekem is meglegyen az, ami neked van. I've got everything, but I don't have what you have. Azt hittem eddig, hogy nekem mindenem megvan, de ami neked van, az nekem nincs meg. A lot of times people think of eternal life as this thing that starts after you die. Az emberek sokszor azt gondolják, hogy az örök élet az a dolog, ami akkor kezdődik, amikor meghalsz. This guy was looking at Jesus and he looked and he could see the life of God in him. Ez a fiatal ember viszont, amikor Jézusra tekintett, akkor meglátta benne Isten életét. John chapter 1 says, in Jesus was life, and his life was the light of men. A János evangéliuma 1-ben azt olvassuk, hogy Jézusban volt az élet, és ez az élet volt az embereknek az élete. And he just a világossága, bocsánat. He ran up
went down on his knees and he said, "Good teacher, what good thing can I do to get what you got?" És itt térdre borult, ugye, Jézus előtt. És azt mondta, jó mester, mit cselekedjek, mi jót cselekedjek ahhoz, hogy azt az örök életet elnyerjem, ami látom, hogy benned megvan. Now, by the way, he asked this question. By the way, in the manner in which az a mód, ahogyan föltette ezt a kérdést, he shows that he doesn't have the childlike faith that can receive the life of the eternal God. Arról tanúskodik, hogy nincs meg benne az a gyermeki hit, ami szükséges ahhoz, hogy valaki elfogadja ezt az örök életet Istentől. If you walk into a room of 55-year-olds, hogyha bemész egy terembe, ahol 50, kb. 5 éves gyerek van, and you have a big box of candy, és van nálad egy nagy zacskó cukorka, and you say to the children, "I got candy," és azt mondod a gyerekeknek, hogy van nálam cukorka, not one little child will say, "How much do I have to pay?" Egyetlen egy gyerek sem azt fogja azt kérdezni, hogy és mennyit kell érte fizetnem. "How much work do I have to do?" Mennyit kell dolgoznom érte. Okay, they just go, "Yeah, thank you." Hanem azt mondják, igen, kérek. Jesus, two verses before our passages here, in verse 15 of Mark 10. Kettő verssel, ami ige szakaszunkat megelőzően, a Mark 10:15-ben. He took a little child and he was holding this child in his arms. Jézus egy kis gyermeket felkapott. And he said to his disciples. És azt mondta a tanítványainak. "Then unless you receive the kingdom of God like a little child, you will by no means enter it." Hogyha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint egy kisgyermek, akkor semmiképpen sem mentek be oda. This young man comes asking, "How can I earn? What must I do?" He shows he doesn't have the childlike faith that ezzel receives. Ezzel szemben ez a fiatalember ugye azt kérdezi, hogy mit kell tennem, mivel tudom ezt kiérdemelni, és ebből látjuk azt, hogy nincs meg az a gyermeki hite, amire szükség van ahhoz, hogy ezt megkaphassa. And by the way, he's throwing around this word "good." És mindemellett ugye dobálózik ezzel a jó szóval. Jesus needs to define the concept of good to him before they can move forward. És amiatt, ahogyan ezt a szót használja Jézus, látja, hogy először is szükséges, hogy meghatározza neki, hogy mit is jelent ez, mielőtt tovább léphetnének. Jesus realizes the way that this young man thinks about himself as being such a good guy. Jézus, you know, belátta azt, hogy ez a fiatal ember egy jó embernek tartja magát alapvetően. This is an obstacle to és him. És hogy ez egy akadály a számára. To obtaining the life he wants and he sees in Jesus. Ez akadályozza őt abban, hogy azt az életet, amit Jézusban lát és amit magának is szeretne, megkaphassa. Jesus wants him to get the life that he sees in Jesus. Jézus szeretné, hogyha ez a fiatal ember részesülhetne abból az életből, ami Jézusban megvan. But he doesn't have a childlike faith. De látja, hogy eközben nincs meg benne a gyermeki hit. So Jesus is going to help him towards that end. És éppen ezért Jézus segít neki ezt észrevenni. But you got to realize nobody's good but God, young man. És azt mondja neki lényegében, hogy senki sem jó, nobody's, csak az Isten. Nobody is good but God. Senki sincs, aki jó, kizárólag Isten. You're using that word too broadly. Ezt a szót, ezt így nagyon szabadosan használod. There's a word in California that is used too broadly. Van egy szó Kaliforniában, amit nagyon, hát így szabadosan használnak. The word awesome. Ez pedig a lenyűgöző vagy lélegzetelállító. The definition of awesome is like it produces in you this fear and trembling where you're going to pass out or you actually pass out. Ennek a szónak a meghatározása tulajdonképpen olyan, hogy valami annyira döbbenetes, meg lélegzetelállító, hogy szinte el fog szájulni tőle, ez annyira jó. I was standing there last week and this guy walks up and he's got this really cool hipster beard. A múltkor odajött hozzám egy pasi, akinek ilyen nagyon menő hipster szakálla volt. And this other dude walked up. És odajött egy harmadik illető. And he goes, "Dude, that beard is awesome." És azt mondta neki, hogy ember, na, a te szakállad az lélegzetelállító. And I'm like, "That beard makes you like you can't breathe and you're gonna pass és out." És én meg arra tudtam csak gondolni, hogy ez a szakál benned azt hozza elő, hogy nem tudsz lélegezni. Few months ago I bought these new Vans tennis shoes. Pár hónapja vettem ezt az új tornacipőt. First day I had them on. Amikor először fölvettem. Some guy came up and goes, "Pastor, those Vans are awesome." És azt mondta nekem, hogy Greg pásztor, hát ez a tornacipő, ez lélegzetelállító. I was like, "You gonna fall down?"
És mondtam, hogy mi van most, le fogsz borulni, térdre borulsz? Should I call the doctor? Hívjak orvost, vagy mi van? But this young man here, he's using the word good, as if it applies to everything. De ez a fiatal ember ebben a történetben ehhez hasonló módon használja a jó kifejezést, mint hogyha azt úgy mindenre oda lehetne ragasztani. Jesus said, let's define good. Jézus ezért mondja neki, hogy akkor először határozzuk meg, hogy ez mit jelent. God is good. Isten a jó. Nobody else. Senki más. And Jesus is letting this guy know, you're not as good as you think you are. És Jézus tudatja ezzel az emberrel, hogy te nem vagy ám annyira jó, mint amennyire jónak tartod magad. I'm going to talk a little bit about this contrast between evil and good. Kicsit szeretnék beszélni a gonosz és a jó közötti különbségről. Between the wicked and the righteous. A gonosz és az igaz ember közötti különbségről. Okay. We're not supposed to look and go, okay, I'm one of these or the other. Nem azt kell, hogy tegyük, hogy eldöntsük, hogy hát akkor most én vagy ez vagyok, vagy az. Here's what the Bible teaches. A Biblia a következőt tanítja erről. In my natural state, az én természetes állapotomban, my heart is wicked. A szívem gonosz. Your heart is wicked. A te szíved is gonosz. Every single person in this room, your heart is wicked. Mindenkinek, aki itt van ebben a teremben, a szíve alapból gonosz. Jeremiah 17:9. A Jeremiás a 17:9-ben. The heart is deceitful above all things, desperately wicked. Who can even know how wicked it is? Azt mondta, csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudja azt kiismerni? I have an interesting question for you, and don't raise your hand. Van egy érdekes kérdésem, ne emelje majd fel senki a kezét. How many of you have come to realize? Hányan vagytok itt olyanok? What Paul said about himself. Akik rájöttek arra, hogy van igazság abban, amit Pál apostol magáról mondott. He said, in me, that is in my flesh, dwells no good thing. Amikor azt mondta konkrétan, hogy bennem, vagyis az én testemben semmi jó sem lakozik. Ezt Pál apostol írta saját magáról. You have either come to that heartbreaking realization. Vagy rájöttél már erre, és ez kicsit összetörte a szívedet. Or you're over here with the rich young ruler saying, I'm a good guy. Vagy itt vagy a másik oldalon a gazdag ifjú társaságában, és azt tartod magadról, hogy hát én egy jó ember vagyok lényegében. That's because you're rich. Azért, mert gazdag vagy. You're young. Mert fiatal vagy. And you have a really cool job. És egy menő állásod van. A lot of people that are rich. Sokan vannak, akik gazdagok. They're young. Fiatalok. They have a really good job. És menő állásuk van, vannak They're ilyenek. Really nice. És nagyon kedvesek. Because everything is perfect. Mert minden tökéletes. But you take away that guy's riches. De vedd el a gazdagságát. He starts getting his hair starts falling out. He doesn't look too good anymore. Elkezd majd hullani a haja, már nem fog olyan jól kinézni. And a lot of times he's over here realizing I hate everybody. És sokszor átkerül a másik oldalra, és rájön, hogy ó, hát igazából én utálok mindenkit. I'm not as good as I thought. Nem is vagyok olyan jó ember, mint azt gondoltam. Okay. What does the Bible tell us? Mit tanít a Biblia? The Bible, here's what the Bible says. We're to bring our wicked hearts. A Biblia azt tanítja, hogy a gonosz szívünket to the Lord. Vigyük az Úr elé. The Lord who alone is good. Az Úr elé, aki egyedül jó. Now what happens when I come before God? Mi történik akkor, amikor én Isten elé járulok? I'm conscious of my sin. És tudatában vagyok a bűnömnek. I'm conscious of how ugly the potential I have in me for ugly is. Tudatában vagyok annak, hogy mekkora potenciál van bennem a bűnre, a gonoszságra. What happens when ugly comes before beautiful? Mi van akkor, amikor ez a gonoszság, ez a csúnyaság odajárul a gyönyörű Isten elé? It's the same thing. Ugyanez. Wicked, ugly, a gonosz, good, a csúnya, beautiful. És ott van a másik oldalon a jó és gyönyörű. The first thing that happens in me is a confession. God, I'm ugly. God, I've done wickedly. Az első dolog, ami so történik, selfish. Az a bűnvallás, mert kénytelen vagyok beismerni, hogy Istenem, ronda vagyok, csúnya vagyok, gonoszul cselekedtem. But if we confess our sins, de ha megvalljuk a bűneinket, he's faithful and just, ő hű és igaz, to forgive me of my sins, és megbocsátja azokat, to cleanse me from all unrighteousness, és megtisztít minden tisztátalanságtól. And so here I am, a no good, wicked
hearted person. És akkor én, aki nem vagyok egy jó ember, és akinek gonosz a szíve. Next thing you know, I'm in the presence of goodness. Egyszer csak ott állok az abszolút jóság jelenlétében. And goodness himself, God himself. Magának, Istennek a jelenlétében. As we see him in Jesus Christ. Mert őt, és őt látjuk Jézus Krisztusban. He's taken away my sin, he's covering me in his righteousness. És elvette a bűneimet, és helyette az ő igazságába öltöztetett fel. And then God says, put your roots down in me. És akkor mondja Isten azt, hogy jó, most a gyökereid bennem legyenek. These are your roots. Ezek itt a gyökereid. Put your roots down in me. Bennem gyökerezzél meg. Put your roots down into goodness. A jóságban. God, who alone is good. És mondja Isten, aki egyedül jó. Sit with God. Ülj Istennel. 5 minutes. 5 percig csak ülj le vele. You wicked person. Te gonosz ember. Sit with God. Csak ülj le Istennel. Put your root in him. Gyökerezzél meg benne. Open the Bible in the morning, 5 minutes. Nyisd ki a Bibliát reggelente, akár csak 5 percre. Suck it up, soak it up. És szívd magadba az ő jóságát. And with your root in goodness. És mivel a gyökered a jóban lesz. What you'll find. Ezek után. Is that there'll be fruit. Azt fogod látni, hogy gyümölcs lesz ebből. That's beautiful. Ami gyönyörű. That's good. És jó. But it's all of God. De ezt mindet Isten teszi. And we know that. És ezt tudhatjuk. And we're humbled. És ez alázatra indít. And we don't bennünket. Look at ourselves as any better than anybody out in the world. És éppen ezért nem is tarthatjuk magunkat jobbnak bárkinél, akit kinn a világban there, látunk. There's the no good, wicked-hearted person. Amikor meglátjuk a gonosz szívű embert a who's világban. Who's come before the Lord. Vagyis amikor egy ilyen ember az Úr elé jön. And been cleansed. És megtisztítatik. And been given the gift of righteous standing before God. És akkor megkapja azt az ajándékot, hogy Isten előtt igazként állhat. Putting his roots in God. Meggyökerezvén Istenben. Beautiful fruit. Akkor gyönyörű gyümölcse lesz love, ennek. Szeretet. Joy. Öröm. Peace. Békesség. Patience. Türelem. Kindness. Jóság. Meekness. Gyengétség. Gentleness. Szelídség. Self-control. És önmegtartóztatás. That's, none of that is in me, that is in my flesh. Ezek közül egyik sem található meg alapból én bennem. That's in God. Csak is Istenben. And if when that's happening, he gets all the glory. És amikor ez előjön az én életemben, akkor az övé lesz az egész dicsőség. Because I know it comes from me. Mert én tudom, hogy belőlem mi jön ki. In fact, it says in Proverbs 14. Sőt, ez le is van írva a Példabeszédek 14-ben. It says the backslider of heart. Azt írja, hogy a gonosz szívű will be filled with his own ways. A saját útjainak a gyümölcsét kapja meg. What is the backslider of heart? És milyen ez az ember? It's the heart that has come to the Lord, put its roots down in God, and now is pulling up. Aha. Az angolban egy kicsit más szót használ, hogy olyan, akinek a szíve, mint egy visszatáncol. Tehát ez olyan valaki, aki az Úr elé jött, meggyökerezett benne, és aztán mégis visszaveszi ezeket a gyökereket magához. If I don't spend time with the Lord, ha én nem töltök időt az Úrral, I mean, even 2 minutes in the morning, it changes the whole day. Még akár 2 perc is reggelente az egész napra kihatással van, megváltoztatja. If I pull my roots out of goodness himself, ha én a gyökereimet, mint egy felveszem, felhúzom a jóságból, the only thing that's going to be coming out of me is my ways. Akkor egyetlen dolog fog belőlem felbugyogni, ezek pedig az én útjaim, az én módszereim. Oh, it's so ugly. És ez nagyon csúnya. It's so hurtful. És nagyon bántó. So selfish. Nagyon önző. Just like your flesh. Ugyanúgy, mint a te tested esetében. Every one of us are the same. Mindannyian egyformák vagyunk. We all of us are here. Mindannyian, akik itt vagyunk. Any of us can come here. Vagyis mindannyian ezen az oldalon vagyunk, és bárki átjöhet a másik oldalra. You see how it is? Értitek? You're not like some good person and then there's these wicked people. Nem az az alapfelállás, hogy te egy jó ember vagy, és hát a másik oldalon ott vannak a gonoszak. Bible doesn't teach that. A Biblia nem ezt tanítja. There's only us. Csak mi vagyunk. There is no them. Nincsenek ők. There's only us. Csak az a csoport létezik, hogy mi mindannyian. Nincsenek ők. There's us. Mi vagyunk. Who have come to the Lord. És aztán ugye vagyunk mi, akik az Úr elé járultunk. Confessed, megvallottuk a bűnünket. Megtisztítottunk. Putting our roots in him. És meggyökereztünk ő benne. Beautiful coming through us.
és Jesus, love. Ezek után kezd el Jézus, okay. és az ő szeretete meglátszani az életünkben. My wife has two names for me. A feleségemnek két neve van rám. One of them is my name, Greg. Az egyik a nevem, Greg, így szokott szólítani. And the other one, she says, Greg. A másik pedig okay. ez. When I'm not drawing off of the Lord, amikor én nem az Úrból táplálkozom, és a szívem visszatáncol, mint egy. And I'm just a jerk. És hát egy nagyon, nagyon csúnyán viselkedem. And it's just hurtful. Bántóan. She looks at me. Akkor rám néz. She's my wife is strong. És egyébként a feleségem erős ember. She's like, Greg. Akkor mondja ezt. Not Greg, Greg. Azt mondta, hogy ez nem Greg, ez a másik. She goes, go pray. Most menjél imádkozni szerintem. Just go pray. I did not marry Greg. Én nem ehhez a Greghez mentem hozzá. She said, I married Greg. Én a Greghez mentem hozzá. Go put your roots down in him, because I don't, who is this guy? Szerintem menj el, gyökerezzél meg az Úrban, mert ezt a palitit én nem ismerem. There's a stranger in my house, and he's ugly. Egy I don't want him here. Van a házamban, és nagyon csúnyán viselkedik. Fogalmam sincs ki ez. So here's this rich young ruler, I'm such a good guy. Itt van tehát ez a gazdag ifjú, aki jó embernek tartja magát. Jesus has taken this guy to school right here. És Jézus itt egy leckét ad neki. But he's not. Jesus has said only God's good, but he's not convinced. És Jézus elmondta neki azt, hogy egyedül az Isten a jó, de ez nem győzte meg ezt a fiatal embert. Matthew tells us Máté evangéliumában, that after what Mark recorded here, azt olvassuk, hogy azok után, amit Márk itt feljegyzett, when Jesus said, no one's good but God, amikor Jézus azt mondta, hogy nincsen senki, aki jó, csak és kizárólag Isten, Matthew shows us that Jesus also said to him, but if you want to have the life, you want to enter the life you see in me, keep the commandments. Máté leírja, hogy Jézus még azt is mondta neki, hogy what? Ha szeretnéd, hogy a tiéd legyen az az élet, amit bennem látsz, akkor tartsd meg a parancsolatokat. And there's some legalistic person in here right now going, see? Lehet, hogy itt valaki törvénykező, most azt gondolja, hogy na látod, ez az. We need to put people under the law. A törvény alatt kell, hogy éljenek az emberek. What is Jesus doing here? De mit csinál itt Jézus? This guy thinks he's good. Hát ez az ember alapból jónak tartja magát. Jesus realizes this guy, he doesn't have the childlike faith yet. És ugye Jézus belátta, hogy ebben az emberben még nincs meg a gyermeki hit. What does God do if you think you're good, if you think you're righteous in your natural state? Mit csinál Isten, hogyha te jónak tartod magad, és azt gondolod magadról, hogy az alap állapotodban te jó vagy? He crushes you under the weight of the law. A törvény terhe alatt darabokra szed. That's what Jesus is doing here. Ezt csinálja Jézus is. You guys, like a judo black belt. Ez olyan, mint egy okay. fekete öves judós. The martial art of judo, they use the wrong direction momentum of their opponent to take them down. Ott ugye kihasználják azt, hogy úgymond a téves oldalról, vagy a látszólag váratlan oldalról támadják meg az ellenfelet, és így győzik le. This is judo Jesus here. Itt ez a judós Jézus. This guy's saying, I'm good. Ez I'm good. Ez az ember azt mondja, hogy én jó vagyok. Hát én jó vagyok. Jesus isn't gonna punch him. Jézus úgy nem húz be neki. He's coming, I'm good. Jesus takes him and goes, okay, take. Hanem keep Jézus the commandments. Félrevonja és azt mondja, hogy jó, akkor tarts be a 10 parancsolatot. And the guy says, which ones? És a fiatalember, vagyis a parancsolatokat, fiatalember azt válaszolja, hogy na de melyiket? Matthew says he actually asks, well, which ones? Like he's all kind of arrogant, you know? Hogy jó, melyiket azok közül? And Jesus, arrogáns. And Jesus went through the list. Go ahead and read verse 19. Jézus pedig felsorol mindent. You know. 17-es vers. 19-es. Tudod a parancsolatokat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonságot, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. And Matthew also adds that Jesus at the end said, and love your neighbor as yourself. És Máté még hozzáteszi, hogy Jézus hozzátette azt is, hogy és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. And after this list, Matthew tells us the guy said,
I've done all these. És ez a lista után azt mondja ez a fiatalember, hogy ezeket mindet betartottam. Actually, verse 12 tells us in Mark as well. I've kept all these from my youth. És azt olvassuk itt Márkban is, hogy azt mondja, hogy hát én mindezeket a 20-as, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. What else you got for me? Come on. Hát mondjál már valami használhatót. I'm a good guy. Hát én jó ember vagyok. I've kept. I've done them all. What else you got? Come on. Hit me with your best shot. Mi van még? Na húzz be egy nagyot. Now what blows my mind here? Ami engem ámulatra indít. Is that Jesus didn't react to this guy by blowing soda out of his nose, laughing at him? Do you ever laugh the way you blow the milk out your nose? Az, hogy Jézus itt nem úgy reagált ennek a fiatalembernek a mondókájára, hogy ilyen harsány hahotázásban tört ki. What blows my mind is Jesus didn't mock this guy and humiliate him. Tehát Jézus nem gúnyolta őt és nem alázta meg. Love your neighbor as yourself. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. I've done it all since my youth. I've done it all. Én ifjúságomtól fogva mindezt betartottam. You mean to tell me? Sorry? You mean to tell me? Aha, te mondod nekem. That your whole life. Hogy egész életedben. With everybody around you. Ezzel a sok emberrel körülötted. You've thought about and cared for everyone else around you as much as you think about and care for yourself. Mindig ugyanannyit gondoskodtál és törődtél a többiekkel, akik téged körbevesznek, mint amennyit magadra gondolsz. Hát igen. Jesus didn't do that. Jézus nem ezt mondta neki. I would have done that. Én ezt mondtam volna. Greg would have done that. A Greg ezt mondta volna. But Jesus isn't about humiliating people. De Jézusnak nem az a célja, hogy megalázzon valakit. Jesus isn't even about, he's not interested in winning arguments. Jézusnak nem is az a célja, hogy megnyerjen valamilyen vitát. How many Christians are out humiliating people? Olyan sok keresztény van, aki megaláz másokat. Using the Bible like a weapon to, you know, like doctrine guns, like, you know, mow everybody down, Rambo, you know. Bibliát fegyverként használják, mint egy, ha a Bibliával rambóskodnak. I beat them in the argument, that dumb Mormon. Én jól legyőztem ezt a buta mormont az én érveimmel. You walk away all proud because you mowed someone down with your doctrine guns. Büszkén sétálsz el, mert valakit kinyírtál a te érveiddel. God's weeping. Isten pedig eközben zokog. Because he didn't care about winning arguments. Mert neki nem az a fontos, hogy érvekkel vitákat nyerjünk meg. He wants to win hearts. Hanem az emberek szívét akarja megnyerni. He wants to win no good wicked hearts to his love and gonosz his redeeming mercy. Gonosz szíveket akar megnyerni az ő szeretetével, az ő irgalmának. Look at verse 21. 21-es verset nézzük. This meg. Is the key to this whole passage, verse 21. Ez a kulcsa ennek az egész igeszakasznak, a 21-es. This is how Jesus reacted to this guy who he's not getting it. He's arrogant. Így reagált Jézus erre a fiatalemberre, akinek valahogy nem akart lezuhanni a lényeg. Jesus looked at him. Jézus rátekintett. And loved him. És megkedvelte őt. Jesus is looking into this guy's eyes and there's just love. Amikor Jézus a szemébe nézett ennek a fiatalembernek, az szeretettel tette. Jesus is bringing this young man somewhere. Jézus ezt a fiatal embert eljuttatta egy pontig. And notice what he does. És figyeljük meg, hogy mit tett. Because the guy still saying, what do I got to do? Mert ő itt még mindig azt kérdezte, hogy de hát mit kell tennem, hogyan tudom kiérdemelni ezt? He's still holding on to the idea that he's a good guy. Még mindig kapaszkodik abba a meggyőződésbe, hogy ő alapból egy jó ember. Jesus takes the final commandment. Jézus elővesz egy utolsó parancsolatot. And by what he says here, he's actually telling him, keep the tenth commandment, thou shalt not covet. Go sell everything you have, give it to the poor, take up your cross and follow me. Azt mondja neki, hogy eredj el, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. In essence, Jesus is saying, tenth commandment. Jézus itt lényegében azt mondja neki, hogy a tizedik parancsolat. Okay, if you want to earn this thing, ha ki akarod ezt a dolgot érdemelni, how you doing with the tenth commandment? Hogy állsz a tizedikkel? Thou shalt not covet. Hogy ne kívánd másét. Here's an interesting note. Egy érdekes megfigyelés. This tenth commandment. Ez a tizedik parancsolat. Thou shalt not covet. Hogy ne kívánd másét. That's the one that Paul the apostle said brought him down. Ez az, amivel kapcsolatban Pál apostol kijelentette, hogy na őt ez döngölte a földbe. You can read about that in Romans 7.
Erről a Róma 7-ben lehet olvasni. Paul said, I thought I was this good guy. Pál azt írja magáról, hogy ő jó embernek tartotta magát. I'm a Pharisee of the Pharisees. I've just served God with all this zeal. A farizeusok között is elöljáró voltam, és nagy buzgósággal szolgáltam, Istent írtam. And Paul said, when this commandment came, és azt mondja Pál apostol, de amikor ezzel a parancsolattal szembe találkoztam, sin exploded inside of me. Akkor a bűn rájöttem, hogy szétburjánzott bennem. And I died. És ebbe belehaltam. That's what the law was given to do. Ezért is adatott a törvény. It was given to kill you. Azért, hogy megöljön bennünket. It was given to make you miserable. Hogy nyomorultul érezzük magunkat. It was given to crush you. Azért, hogy összetöressünk. It was given to bring us down. Hogy így szétessünk egy kicsit, darabokra hulljunk. Romans 5:20, read it sometime. A Róma 5:20-at nézzétek meg egyszer. The law was given so sin would increase. A törvény azért adatott, hogy a bűn bővölködjön. But where sin increased, grace increased all the more. De ahol a bűn bővölködik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. Jesus is in love. Jézus szeretetben kommunikál. He's looking at this guy with love in his eyes. Szeretettel tekint erre az ifjúra. And he's taking him down. De eközben kicsit földbe döngöli. Being brought down is the first step in order to be lifted up. Ez az első lépés ahhoz, hogy utána valaki felemeltessen. Because when we're walking around going, I'm good, I'm better than everybody else. Mert amikor úgy sétálgatunk körbe, hogy hát én jó vagyok, én mindenkinél jobb vagyok. We do not have a childlike faith that receives the kingdom. Akkor nincsen gyermeki hitünk, amely elfogadja Isten országát. The Lord will not stop till he brings you to the childlike faith. És az Úr addig nem áll meg, amíg el nem juttat téged eddig a gyermeki hitig. Because he wants you to experience his kingdom. Mert azt szeretné, hogy megtapasztald az ő országát. He's not interested in you being some religious person. Az Úr nem abban érdekelt, hogy te vallásos ember legyél. Walking around judging people. Aki ítélkezik mások felett. And your little delusion that you're better than anybody. És hogy azt gondold magadról, hogy te jobb vagy másoknál. He will bring us down. Ha ez így van, akkor először engedi, hogy darabjaidra hulljál. Notice when Jesus threw 10th commandment on this kid, what the result was in verse 22. És nézzük meg, hogy a 22. versben, hogy mi lett az eredménye annak, hogy Jézus a 10. parancsolattal, mint egy kicsit földbe döngölte ezt az ifjút. He became sad. Elszomorodott. And he went away sorrowful, full of sorrow. És búsan ment el. For he had great possessions. Mert nagy vagyona volt. What's happening here? Mi történik itt? A lot of people think this is the end of the story for this guy. Sokan azt gondolják, hogy ez itt a történet vége. I do not believe that. Én nem hiszem, hogy ez you can volt. Disagree with me and still go to heaven. Lehet, hogy nem értesz velem együtt, attól még a mennybe jutsz. I'm going to tell you when we get there, I told you so. But... De majd ott a mennyben azért megkereslek, és azt mondom, hogy na látod, megmondtam. What this means here is that this aspect of the law was activated in him. Ez annyit jelent csupán, hogy a törvénynek ez a része, mint egy aktiválódott benne. This guy that's like, I'm just such a good guy. Ez a fiatal ember ugye eddig azt gondolta, hogy hát én egy jó ember vagyok. Second commandment, don't covet. A második parancsolat viszont ott van, hogy hát ne kívánd másét. All of a sudden he realizes, I am so ugly. És ekkor, mikor ezt meghallotta, rájött, hogy mennyire csúnya ő. All of a sudden Gollum pops up in his soul. A lelkében, mint egy felélénkült Gollám, hogy ó, do you guys see Lord of the Rings, right? Láttátok Gollum. A gyűrűk urát, a Gollám. All of a sudden he's sad. Hirtelen elszomorodott a Gollám. My stuff, don't touch hát my stuff. Hát a cuccom, ne bántsd a cuccomat. Don't even look at my stuff. Ne is nézz arra, ami az enyém. It's my stuff. Ez az enyém. Oh, little, all of a sudden he's sad, he's ugly. Hirtelen megszomorodott, és előjött ez a csúnyaság. The Lord's taking him down. Az Úr pedig megengedi, hogy darabjaira hulljon. So that he might come. Azért, hogy utána hozzáfordulhasson. To receive the kingdom by grace through faith. Hogy kegyelemből hitáltal megkaphassa Isten országát. Let me close with this idea. A következő gondolattal szeretném befejezni. There are many scholars, commentators that suggest that this rich young ruler. Nagyon sok Biblia kommentátor úgy gondolja, hogy ez a gazdag ifjú. Was Mark himself. Maga Márk volt az evangélium szerzője. Mark, who wrote this gospel. Márk, aki ezt az evangéliumot írta. And it's because of verse 21. És ezt a 21. versből gondolják. Jesus, looking at him, loved him.
ahol azt írja, ugye, hogy amikor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, vagy szerette. Jesus looked at everybody with love. Egyébként Jézus mindenkire így tekintett. This is the only place in the gospel where this is noted. Ez az egyetlen előfordulás az evangéliumban, amikor ezt valaki külön kiemeli. And many scholars believe it's because it's the person at the end of that gaze that would realize this look. És sokan úgy tartják, hogy ez azért jelentős, mert nyilván olyan valaki emelné ezt ki, aki ennek a tekintetnek a másik oldalán volt, aki utána ezt le is írta. Mert olyan nagy szeretettel tekintett rá Jézus. He looked right into me. Kicsit olyan, mintha belelátott volna. It was just love. A szeretetével. I was so arrogant, I was so deluded. És rájött a szerző, hogy olyan arrogáns voltam, annyira rosszul gondoltam. And he just looked at me in love. Ő pedig ennek ellenére szeretettel tekintett rám. As he crushed me with the law. Miközben a törvénnyel jól földbe döngölt. Now, think about this. Gondolkodjatok el ezen egy picit. John the apostle. János apostol. He wrote the Gospel of John, right? Ugye, aki János evangéliumát írta. Do you know that when the gospel writers referred to themselves inside their own gospels, they never referred to themselves by name. Tudtátok-e azt, hogy amikor az evangéliumok szerzői saját magukra utalnak az evangéliumokban, akkor soha nem név szerint teszik ezt. It was like a form of literary humility. Ez egy ilyen irodalmi alázat kérdése. John, when John spoke of, he spoke of John the Baptist, of Jesus, he spoke of Peter, James, you know. Ugye János írt keresztelő Jánosról, Jézusról, Péterről, Jakabról. But when John spoke of himself in an experience he had with Jesus. De amikor János egy olyan élményét írta le, amit Jézustól kapott. John referred to himself as the disciple that Jesus loves. Akkor úgy utalt magára, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Does that mean that Jesus doesn't love every other disciple? Ez vajon azt jelenti, hogy az összes többi tanítványt Jézus nem no, szerette? John knew that's how Jesus looks at me. János like, you're tudta, the guy I love. Hogy Jézus engem így lát. Én vagyok az, akit ő szeret. This to me, it strengthens the idea that this rich young ruler was Mark. Éppen emiatt látom alátámasztva azt az elgondolást, hogy ez a gazdag ifjú Mark lehetett. Now, if this is true, hogyha ez valóban igaz, this would mean, ez azt jelenteni, that though he went away sad, hogy habár szomorúan ment el itt, though the law, the second, you know, the tenth commandment was working in him, taking him down. De és habár ez a tizedik parancsolat hallatán kicsit szétesett. This would mean. Ez azt jelenti. That Mark. Hogy Mark. Came to the end of himself. Eljutott önmaga végére. That Mark dropped this whole "I'm such a good guy" charade. Hogy Mark elengedte ezt az, hát én olyan jó vagyok gondolkodást. That Mark dropped the whole "What can I do to earn this?" És felhagyott azzal, hogy megpróbálja kiérdemelni Isten jó indulatát. It would mean that Mark came to the place of childlike faith. Ez azt jelenteni, hogy Mark végül eljutott a gyermeki hit pontjáig. And he received the Lord. És elfogadta az Urat. Where are you at today? Te hol állsz ma? Where are you at? Hol állsz ma? Jesus is bringing you to childlike faith. Mert Jézus a gyermeki hit pontjára szeretne eljuttatni. You can have the life of the eternal God. Az örök Isten élete a tiéd is lehet. But pastor, I'm too wicked. De hát én túl gonosz vagyok. We're all exactly the same. Mindannyian. Ugyanolyanok vagyunk, mint te. The stuff you struggle with inside. Azok a dolgok, amikkel te belül küzdesz. The secret stuff that nobody knows. A titkos dolgok, amikről senki más nem tud. Everybody sitting around you has secret stuff that nobody knows. Tudnod kell, hogy a körülötted ülőknek is vannak sötét, titkos dolgaik, amit senki más nem tud, gonosz dolgok. Bring it to the Lord. Hozd oda az Úrhoz. Bring it. Csak vidd elé. Look at Lord. És mondd neki, hogy itt van Uram. I don't want to be ugly anymore. Nem akarok többé csúnya lenni. I want to be beautiful like you. Szeretnék olyan gyönyörű lenni, mint te. I want to receive the gift of righteousness. Elfogadni az igazság ajándékát. And I just want to keep my root down in you. És szeretném, hogyha a gyökereim ott maradnának benned. So beautiful stuff can come out of me, not the ugly.
Azért, hogy gyönyörű dolgok jöjjenek ki belőlem, nem csúnya dolgok. Lord, we thank you for the gospel. Urunk, köszönjük neked az evangéliumot. We thank you for your beautiful work in our lives. Köszönjük a te gyönyörű munkádat az életünkben. We pray, God, that you would bring us all to the place of childlike faith. És arra kérünk, Istenünk, hogy mindannyiunkat juttass el a gyermeki hit pontjára. I pray for those that are tired here. Imádkozom azokért, akik fáradtak. They're tired from holding up the image of being such a good person. Akik elfáradtak abban, hogy a jó arcukat mutassák, hogy azt hitessék el mindenkivel, hogy ők jók. It's tiring being a hypocrite. It's tiring being a Pharisee. Dolog a képmutatás, a farizeusi mi volt. That you bring them to rest. És kérlek, hogy adj nekik megnyugvást. Bring them to the childlike faith. Juttasd el őket a gyermeki hithez. Lord, and may our roots go in you. Urunk, hadd legyenek a gyökereink benned. May we stay there. És hadd maradjunk ott. And bear much fruit. És hadd teremjünk neked sok gyümölcsöt. To your glory. A te dicsőségedre. And our great joy. És a mi nagy örömünkre. In Jesus name we pray. Jézus nevében. Everybody said out loud together. És mindenki együtt mondja. Amen. Hallelujah. Köszönjük. Mikor jössz legközelebb? Fél óra múlva. Fél óra. Igen. Na, nagyszerű, csak pár gondolat ide a végére. Ha imára van szükségetek, mi itt leszünk, és szeretnénk veletek imádkozni. Just a few thoughts for the end. If you need prayer, we are here. Please come and ask for it. Ha Isten úgy vezet, hogy szeretnél adakozni, azt is megteheted itt oldalt, tudod. If God leads you to give, you know where to do it here on the side. De most gyertek, Greg még itt van, ismerkedjetek össze vele. Greg is still here for a while, so feel free to meet him if you haven't yet. Vagy találkozzatok vele újra sok év után, hogyha nem. So that or see him again for again after many years if you haven't. Így van, legyen nagyon szép vasárnapotok, Isten áldjon benneteket. Have a wonderful Sunday, God bless you. Sziasztok.